Na, sziasztok, srácok! Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk egy újabb heti csütörtökbe, aminek része egy premier lesz. No, hát gyermekeim, most ugye úgy lett ez most beállítva, hogy mint ahogy ezt a képen is láthatjátok, a maiban ezt az autóbuszt fogjuk elvezetni, illetve kicsit tesztelgetni. Lehet, hogy már ismeritek valahonnan valamelyik részből ezt a járművet, úgyhogy gondoltam itt az ideje egy picit visszahozni az eddigi járművet, és a maiban ezt a ZAZ A10.L50-es típusú járművet fogom nektek így elvezetni. Most ugye, mint ahogy ezt kérdeztétek nagyon, hogy miért nem képpen jelentkezek be, hát ezt azért nem mondtam még nektek, mert azt hiszem, lehet, hogy mondtam, de nem nagyon emlékszem. Na, mindegy is, a lényeg az, hogy most ugye itt láthatjátok a képet, hogy ugye most ugye képpen jelentkeztünk. Na de most nézzük meg ennek az elvezetését, hogy konkrétan ez hogy fog működni. No. Akkor hát mutatom is nektek, hogy ugye még azon gondolkoztam, gyermekeim, hogy lehet, hogy majd innen ezt a dombos részről ezt a megállót át fogom ejezni utastól mindenestől ide. Ugyanis azért helyezném át ide, mert itt sokkal könnyebb ez a rész, és akkor legalább nem fognak így egymás hegyén hátán állni ezek a viskók, illetve át lesz rendezve minden. Na már most, hát akkor mutatom, ne, hát akkor én akkor elkezdem így berakni a buszt, és hát akkor nekilátunk a melónak. Remélem már így most mindenkinek így jól telik a csütörtöki napotok, és hát elkezdődött a nyár, és ez azt jelenti, hogy végre nem kell suliba menni. Ez viszont ez jót jelent nektek, srácok. Aztán megvan. És hát azon gondolkoztam, hogy így most úgy jelentkeznék benne állatok, hogy képpel, tehát hogy képpel jelentkezzek benne állatok, és hát ez így alakult, és képpel jelentkeztem benne állatok. Azt hiszem ez lesz jármű. Igen. És a stílusát azt... szerintem legyen. Jó, és akkor ide Bauerhofban akkor kirakjuk. Ugye annyit kell tudni, hogy ugye ez egy olyan modell, ami igazából Oroszországban közlekedik ez a jármű. Sajnos ez kéziváltós, tehát megpróbálkozunk valamivel. Úgyhogy nézzük meg a járművet, ez így is itt is van.
az emlegetett szamár, ami a ZAZ A10, és ennek az L50-es változata. Ugye miért mondom azt, hogy A10.L50? Ugyanis azért, mert van ennek a testvére, a ZAZ A10, ami tulajdonképpen úgy néz ki, hogy kétajtós, éppen ugyanúgy, ahogy ez is. És szerintem ez inkább ilyen lakóbusznak nézném magát a járművet. Na de mindegy is, a lényeg az, hogy kívülről megnézzük egy picit ezt a járművet. Hát valami eszméletlenül jól néz ki. Ugyanúgy, ahogy az előző részben, azt hiszem az első évadban mutattam be nektek ezt a járművet. Csak akkor ugye akadozott. Tehát akkor ugye akadozott, és most viszont úgy megy, hogy nem akad. Tehát nem akad, hála jó Istennek. Tehát ez egy ilyen jó kis kényelmes kis busznak nézném ezt a járművet. És hát nézzük meg a belterét. Hát igen. Igen. Ez ilyen picit így ilyen beltériesen néz ki. És természetesen már ugye le is lepleztem, hogy ez bizony ugyanúgy függönyös, mint ahogy az előző járműnél is láthattátok. Ha valaki megválaszolja nekem, hogy melyik járműben mutattam ugyanezt a függönyös módszert, akkor annak felajánlanám azt, hogy az keresni fog nekem egy járművet, és az legalább annak legalább jó szerencsével fogok neki gratulálni. Mint ahogy ezt láthatjátok ennél a járműnél, hogy ugye ezt még ugye nem mutattam be itt a hátulján, hogy van egy ilyen kis lenyithatós asztalka. Ide tudod felrakni az üdítődet, illetve itt tudsz újságot olvasni, tehát én már tapasztaltam már ilyen emberkéket. No, természetesen ugye van itt ugye függöny. Aztán van itt ugye ablaktető, vagy tetőablak, illetve rendelkezik egy légkondicionálóval, amit ugye, nem vettetek eddig észre, bizony ez légkondicionáló, illetve itt csak egyetlen egy ablak van, ami itt ugye nyitható, tehát így is nyithatod ki. Van ugye, amikor a másik oldalt is kinyitod, vagy lecsukod, vagy pedig így csukod le. Tehát így ennyi. Természetesen ugye a buszban vannak külön kiegészítők is. Mondjuk például itt, ha fölnyitom, akkor itt találhatjuk ugye a dísztárcsát, illetve a valamilyen kis lelógó fadíszt, vagy valamit. Ugye ezt én így instant teszem rá. Tehát láthatjátok, ez így lóg le. Illetve van itt egy kicsi lyukba, itt van ugye a benzin. Tehát itt tudjátok ugye a benzint. Tehát itt tudjátok ugye a benzint beleadagolni, vagy a gázolajat. A másik oldalt pedig ugye. Másik oldalt pedig úgy szintén a
Úgy szintén ezeket lehet ide berakni. Tehát ugyanez a dísztárcsa. Aztán nézzük meg a sofőr ülést, amit már ugye ismerünk. Hát... igen. Igen, azt kell, hogy mondjam teljesen nem változott így az elmúlt években. Viszont itt ugye láthatjátok az ülést, hogyha én ezt lehajtom, akkor ugye látható, hogy itt ugye ülhet egy illető, aki ugye például túrabuszozásként is átélheti ezt a járművet. Tehát nagyon jó. És amit most meg fogok csinálni, az, hogy behúzom a függönyöket, mert... ez így illik. Így. Mert így legalább tökéletes. Így ilyen kis stílusosabb. Így ilyen jó kis stílusos kinézetben van a jármű. No, hát gyermekeim, akkor induljunk is el, ne nagyon itten jártassuk a szánkat. Ó! És ugyanez a hang megmaradt. Jó kis hangjának, ki, na nézzük. Jó kis tranzitos hang, az ahogy kell. Ahogy ez így megvan csinálva. Igen. Na. Oké. Szerintem kérjük, hogy kienged. Szerintem egy ablakot azért nyissunk ki, gyerekek. Azaz. Ja, hogy ez ilyen ablaknyitós, jó van. No. Szerintem nincsen ablakok itten. Nincsenek, jó van. Na, akkor induljunk is át. Így vagy kiengedve. Oké. Jó van. Oké, rendben. Jó, de jó. No. Akkor állítsuk be az időt. Az idő az fontos. Mikor sok kell lennének ide. Jó, ezt igazából így nem láthatjátok. De jól látom, ennek két ablak. Igen, ez tök jó. Oké. Jó, akkor induljunk is.
Hogy ebben nincsen kette... Na most várjál. De hogy, hogy nincsen kettes sebességű váltás? Várjátok csak. Van ebben egy kettes sebességű váltás? Nézzük. Várjál, ez egyes. Ez kettes. Ez hármas. Négyes. Ötös. Hatos. Oké. Oké, és van kettes, jó van. Megyünk. Van ebbe kettes, jó van már. Hoppá! Fék! Fék! Hú! Majdnem kimentünk a az útra! Nagyon jó! Nézzük szépen, nem jönnek. Szerintem nem. Akkor induljunk. Veszünk egy olyan lendületet, amikor egyenesben megyünk. Amikor egyenesben megyünk. Na most itt egyenesen a 80 km per órával. Ezzel a 80 km per órával. Vagy van rajta elég hang, szerintem. Na, menjünk. Ez hármas volt. Nem, bocsi. Igen, a váltással vannak gondok. Jó. Igen, 80-nál így húzza befele. Ó. Őte. Itt vannak már az utasok, végre már. Jó, már főhúzom az ülést. Jó, és akkor... Gyorsan váltok, mert... Jó, és akkor most mondjuk az ajtót. Oké. Okay. Úr, és itt akkor ki kell tapasztalni, hogy akkor a hátsót az hogy nyissam ki, vagy mi? Oké, okay, na gyerünk.
Na, most indult meg! Ujjjjj, ez egy jó berántás volt. Jó, ajtó nyílik. Hú, de jó lesz ez. Végre átéletem ezt a buszt. Gyerekek. Hello. Utoljára, nem tudom, utoljára 18-ba vezettem el. Két éve ezelőtt. Ezért minek kell belegvetni? Na jó van. Jó és akkor mehetünk. Szépen komolyan is tempóban. Azt a mindenit, júj! Jó. Ez jó volt, ez szép. Most álljunk már meg. Nem ezt kellett volna használni? WC-t sem nyitsukjátok be. Nem ezen az ajtón mentek, hanem a jogosan az első ajtón kell menni ennek. Szóval vágjátok, ez ilyen. Ez erősen azért kell fékezni, mert akkor nem állsz meg ott, ahol te szoktál. Textúrás busz. Igen, már ugatnak. Itt is könyörgöm, le tudtok szállni, hát hátul is van elég hely, most könyörgöm, ezért az első ajtót minek kell bevállalni. Tehát ezt nem értem ennél a busznál, tehát hogy az van, hogy nem használják a hátsót, és nézd meg, most sem azt csinálják.
Aj, de hát nem értem. Nem értem, hogy miért nem lehet. Miért nem lehet a hátsó ajtó? Könyörgöm. A hátsó ajtó az dísznek van nektek kirakva? Öcsém, az agyamat eldobom, eldobom, tényleg. Nézzétek már meg, szerintetek ez nektek dísznek van kirakva? Itt is le tudtok szállni, helyett nem bevállaljátok az első ajtót. Hát az agyamat eldobom. Tudjátok ki, mikor fogtok erre főszállni. Tudjátok, mikor fogtok erre felszállni. Nézd meg, nézd meg! Ezt nem lehetett volna bevállalni, annyi eszetek van hallott. Olyan elképesztő. Egész bagázs. Ó, és kondiokonád. Hát, amikor elindulok. Padlózva fölmegyem. Nem sokáig fogunk ezen a dombos részen. Tartózkodni. Oh, na, még egy kicsit előrébb aztán, mert úgy jövőn nem tudjátok ki. Oké, tökéletes. Hú, gyerekek! No! Kérem Alás, egy újabb autóbusz esett át ezen, méghozzá másodszorra az az. De gyerekek, valami elképesztő. Tehát ezt már azóta két éve ezelőtt vezettem el, és valami elképesztő. Tehát tényleg jó néz ki a jármű, gyönyörű. Egy probléma van a váltással, mert hogy a váltóval nem úgy, tehát a váltás az nem úgy lett kezelve, mint ahogy azt megszokhattátok. Úgyhogy ja, na én így kb. Ezt mutattam be. És hát gyerekek. És hát gyerekek, azt kell, hogy mondjam így, a játék azt kell, hogy mondjam, hogy ez a jármű szerintem megtette a magáit. Tehát ezzel megtette a magáit. No, hát gyermekeim, akkor én szerintem ez egy élvezetesen jó jármű volt. Na, mindegy is. Hát gyermekeim, akkor köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok, ez most egy jócskán rövidebb volt. Úgyhogy legközelebb, még nem tudom, hogy holnap hogy lesz, de lehet, hogy holnap még bejövök egy premierrel így délután. Még azt nem tudom, de kb. Olyan 3 óra fele egy premiert mindenféleképpen. Tehát mindenféleképpen egy premierre fogok érkezni. Akkor már egy természetesen másképpen fogok jelentkezni, ugyanis egy másik fajta autóbusz fog terítékre kerülni.
Na gyermekeim, akkor köszönöm szépen a figyelmet, hogy itt voltatok. Remélem élveztétek, hogyha tetszett, like, feliratkozásban plusz a csengettyű, partnereim Discord szervereit csekkoljátok, ugye Michael Taylor-t, Maida Taylor-t, Tipcsike 91-et, Malay Tiger kollégáimat. Ugye a szerverünk linkjét a kollégám leírásában, ugye ha live formájában van, akkor azt a leírásban meg tudjátok találni, illetve a Gaming Világ Hungary csatornáját Twitch-en tudjátok bekövetni. Tehát Twitch-en tudjátok bekövetni, és ha lemaradtatok volna, akkor a twitch.tv oldalon tudjátok visszanézni, vagy magán a twitch.com oldalon tudjátok visszanézni. Na akkor figyelmet köszöntöm szépen, ezzel a képpel búcsúzom tőletek, legyen szép napotok, és holnap újult erővel találkozunk. Na sziasztok, hello bello!